Többen kértétek, hogy mutassam meg a legújabb Zoopluszos rendelést. Most két részletben érkezett meg, mert egyrészt Horgosra, az ottani cicáknak, illetve még a mi cicáinkon kívül egy menhelynek is rendeltem néhány kilónyi kaját. Úgyhogy tegnap is kaptunk, illetve ma is. A tegnapiban semmi nem volt a mieinknek, és nem tudom mennyire látjátok, de a Luna azt tudja, hogy egyébként ez az ő rendelésük, vagy legalábbis amik ilyen nagy dobozok, és itt hagyjuk a nappali közepén, azoknak mindig szokott örülni, mert van benne snack, vagy játék, vagy új bútor, vagy bármilyenhez hasonló, illetve természetesen kaja. Úgyhogy arra gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy miket vettem a mi cicáinknak, mert rengeteg olyan kaja, amit ők amúgy szeretnek és szoktak kapni, most nem volt elérhető. Úgyhogy újakat kellett helyettük nézni, milyen gyorsan, frissen, illetve megmutatom azt is, hogy a horgosi cicák mit kaptak, és megmutatom a menhelynek rendelt dolgokat is. Több mindent tudtam ingyen pontokból beváltani, illetve egy ilyen 3%-os kedvezményem is van a végösszegre. Úgyhogy mivel ez egy meglehetősen drága rendelés lett így a végére, ilyen 60 ezer forint környékén, ezért 2000 forint környékén lehetett vele spórolni. 15 vagy 20 ezer forint felett pedig ugye szállítási költséget nem kell fizetni, és most ilyen... Hát nem is tudom, 2-3 hónapja nem volt a cicáinknak rendelve, mert óriási nagy adagban kértem nekik a száraz eledelt, ami azt eredményezte, hogy sokkal olcsóbb volt, illetve 2-3 hónapig kitartott nekik a kaja, úgyhogy összegyűlt nekik a havi keretük, és akkor ebből tudtam most a menhelynek is vásárolni néhány kaját. De hoztam is egy ollót, úgyhogy már is kinyitom, és megmutatom nektek, hogy mik vannak benne. De óvatosan. Egyébként azt hiszem, utoljára, amit rendeltünk nekik, azt mutattam, mert abban volt a cica itatókút, konkrétan imádják, én is imádom, de most jut eszembe, hogy nem rendeltem hozzá szűrőt, úgyhogy hát nem tudom, rövid az eszem, de azt kellett volna, úgyhogy lehet, hogy különálló helyről megpróbálom majd beszerezni. És itt elforgatom. Lutus már kezd egy kicsit türelmetlen lenni. Új, de nehéz. Nos. Na, mit szólsz, Lumbi? Nyithatom? Itt hozzá van ragadva. Na, akkor mutatom is, hogy mik vannak benne. Rögtön itt a csomag tetején láthattok egy Lunuszt, illetve egy ilyen Smillás kis cicáknak való 4 kilós eledelt, amiből szerintem egyértelműen következik, hogy a menhelyben, vagy menhelyen lévő kis cicáknak választottam ezt a típust, egész jó értékelése van. Régen egyébként a horgosi hát kis cicák is ezt kapták, úgyhogy ilyen formán ismerem. Illetve szintén még a Smillától ilyen kis cicáknak való, azt hiszem 200 grammos kiszerelésben lévő nedves eledelt is választottam. Itt láthatjátok szintén, ahogy említettem, a cicáknak szerintem tetszeni fog, illetve régen sokszor választottuk ezt a Smillás Tutis elnevezésű snacket is. Ebből rendeltem egyet a menhelynek, illetve a másik típusból egyet magunknak. Az egyik a Tutis, a másik pedig a Hearties, úgyhogy az egyik a fogaknak, a másik pedig a szívnek való, kicsit össze van nyomorogva, de hát semmi probléma. Illetve nem tudom mennyire látjátok, van itt a tetején játék is, ezt is a menhelynek választottam, majd egyet megtartok úgymond a linkinek, mert ez a típusú, ami itt van a tetején, ez Lunának a kedvenc. Ebből van nekünk itthon, úgyhogy egyáltalán nincs arra szükség, hogy legyen még több. És mivel ez úgy van, hogyha többet vesztek, akkor nagyon olcsó, vagy hát jóval olcsóbb a darabára, ezért konkrétan ebből a hármas szettet vettem meg, és akkor így a menhelyen akár többen is, ugye, ha
mennek esetleg látogatóba, tudnak majd velük játszani. És itt van a Linkinek is a kedvenc játéka. Gondoltam, hogy azokat veszem, amikről tudom, hogy bevált, és nem valami random újdonságot. Látjátok, a Luna már is megnézte őket. Ahogy említettem, ezeket ő szereti a legjobban. Úgyhogy, Lunuszka, neked van sajátod, ezt ne bántsuk, jó? És ez a tollas kis pörgentyűs pedig a Linkinek a kedvence, és ebből egyet azért félre rakok a Linkinek, mert ezek amúgy játék során lebomlanak. Jött is a tulajdonosa ennek a játéknak, nem tudom, mennyire fogjátok látni, csak nem szereti, hogyha a Luna is ide jön, és el akarja tőle venni, úgymond, ezt a játékot. Na, de a lényeg, hogy egyet megkaphatnak ők, vagy a Luna, meg konkrétan kivette a kezét. Ne, Luntuszka! Úgyhogy a lényeg, hogy egy a miénk, kettő pedig majd a menhelyhez megy, és akkor mondhatni, így a mi macskáink kedvencei jutottak oda, hát ha az ottaniaknak is tetszeni fog. És amint látom, van itt még egy szmillás kis cicáknak való nedves táp. Alapvetően most így az utóbbi időben, ahogy a posztjaikat láttam, ugye sok a mentett, hát fiatal, tényleg nagyon ápolásra szoruló kis apróság, úgyhogy bízom benne, hogy esetleg ezek is hozzájárulnak a gyors és hatékony fejlődésükhöz, illetve, ahogy említettem, ilyen pontokból be tudtam váltani különböző snackeket is, és ezeket is, mivel hogy természetesen ez ingyen volt, úgy gondoltam, hogy amit tudok, azt beváltam, hogy a lehető legtöbb dolgot tudjam nekik vinni, úgyhogy ebből két különböző típus is van, de bízom benne, hogy a Luna nem fogja azért megrágni, és ha most vásárolt az ember, és beírta, hogy Smilla Love, akkor még két ilyen kis mini adagot is kapott az ember, mint egy ilyen kis extra ajándék, úgyhogy ezt is kiváltottam. Természetesen ez nem túl sok kaja, összesen 100 g, de jobb, mint a semmi, úgyhogy úgy voltam vele, hogy jöjjön, akkor ez is, és legalább egy pár falat, főleg olyan szempontból, hogyha fizetni sem kellett érte. Itt van a mi cicáinknak a nedves kajájuk. Nem tudom, hogy hol a fókusz, kicsit gyanúsan néz ki. Ilyet szerintem, ezt a kék változatot még nem kapták. Nem tudom, hogy mennyire fog nekik tetszeni, de bízom benne, hogy jó lesz. Úgyhogy ebből, ha minden igaz, két különböző típus is van, csak próbálom itt beállítani a kamerát. Úgyhogy ők ezt a rózsaszín kozmát szokták választani, legalábbis amikor adok nekik enni, abból fogy a legtöbb mindig el. Nem tudom, mindjárt újraindítom itt a kamerát, mert az utóbbi időben mindig probléma van a fókusszal, addig Luna is nyugodtan meg tudja ezt a darabot itt nézni. Tetszik, Luna? Szóval nem találtam azt a kozmás rózsaszín változatot, amit szeretnek, és ezt választottam helyette. Az egyik csirkés és lazacos, a másik pedig egy ilyen skipjack és tuna. Tehát, hogy valamilyen hal és tonhal, és bízom benne, hogy tetszeni fog nekik. Ezek ilyen kisebb kiszerelések, mint a másik, legalábbis ahogy írta a grammokat. Nem tudom. Mindjárt megnézzük. Igen, azért laposabbak, mint a másik. Szerintem a másik az ilyen 80, 90, vagy akár 100 g körül is lehet. Hát nem tudom, remélem azért bejön nekik ez is. Úgyhogy ebből összesen csak két dobozzal mertem kérni, és olyan akció volt, hogy azt hiszem 5-öt fizet, és 6-ot kap belőle, tehát 6 tasakot. Úgyhogy nem volt egyébként rossz árban. Van itt egy ilyen Mi Amor pástétom, ezt szintén a menhelynek választottam, de ebből majd fogok kivenni néhányat, hogy megnézzem a mieink, mit szólnak hozzá. Alapvetően elég finnyásak és válogatósak, csak közben a Luna megtalálta itt a játékot. Nem. Szóval kicsit válogatósak, és túl sokat nem szoktam a mieinknek ilyen újdonságokat választani, mert van, hogy nem eszik meg, és akkor ez nekem probléma, és legtöbb esetben ugye a horgosi cicáknak elviszem, és akkor ez így működik, de akkor az enyémeknek ugye nincsen mit ilyen szempontból enni, úgyhogy eléggé meg kell gondolni azt, hogy mit veszek nekik, hogy nem mindegyiket szeretik, na mindegy. Úgyhogy ebből csak egy-egy dobozzal leveszek majd, és aztán majd kiderül, hogy mit gondolnak róla.
Már is nyitom itt a következőt. Szerintem ez a bozítás, nedves táp szintén a menhely részére lett választva. Azért ezt a márkát választottam, hogy sikerül kibontanom. Mert egyébként én ezt ismerem. Nem sikerül nekem itt most semmit megmutatni. A lényeg, hogy én ezt ismerem. És már a micicáinknak, amikor ide kerültek 2015-ben, akkor ezeket választottam. Lehet, hogy valaki még emlékszik is rá. Egész jó, ilyen svéd márka, és nincs benne gabona, és ilyen megfelelő minőségen megy át. Egy átlagos áru, tehát hogy nem egy ilyen extrém olcsó, és nem is ilyen extrém drága. Úgyhogy egyébként jó választás lehet sokaknak, és egy-két évig tetszett is nekik, de utána ráuntak. Szerintem egyébként lehet, hogy ez az, amilyen szószban van, azt hiszem ott is írja, és az még úgy a mieinknek is tökre bejött. Utána váltottunk, és nem is tértünk erre vissza, viszont alapvetően nagyon-nagyon sokan szeretik, úgyhogy bízom benne, hogy a menhelyen is jó lesz ez a változat. Alapvetően tényleg egy jobb minőséget képvisel, tehát mondjuk a Smilla az egy picivel olcsóbb, ez a változat már azért drágább ugye a másiknál, illetve ami még magasabb áron van, az a Cosma, látjátok, hogy ilyen natur, meg nincs benne semmi összetevő jóformán, csak maga a hal, hallé, illetve általában az a hús, ami ugye fel van rajta tüntetve, meg néha napján egy kis rist szoktak egy-egybe belerakni, 1-2%-ban. Ezt a milyen moros dolgot én nem ismerem, igazából csak így gondoltam, hogy akár beteg cicák is könnyebben tudják enni, mert azt írja, hogy ilyen pástétomos állagú, úgyhogy ez volt a kiindulási ötletem ezzel kapcsolatban. Mindjárt arrébb rakom ezt a nagy Smillás kaját. És láthatjátok a másik nedves tápot, amit még eddig én nem vásároltam. Ezt vettem most a mieinknek. Ez, ami benne van, 4 dobozni, 12.000 forintba került, úgyhogy ez a superior ár, amit az oldalon ugye általában maximum meg szoktam ütni. Ennél talán lehet még drágábbat is venni, de az már nem az én kategóriám. Úgyhogy az itt látható nedves eledelek között egyértelműen ez a legdrágább. Azt írja, hogy csak 100%-os szuper összetevőket tartalmaz, de hát ugye nem lehet tudni, hogy a micicáink mit szólnak majd hozzá, úgyhogy kíváncsi vagyok, fogok nekik adni majd ebből egyet elfelezve, és itt van alul egy másik száraz eledel, amiből a nagyobb kiszerelést vettem, ez 6,5 kg, és ez is 12 vagy 13 ezer forintba került, tehát ilyen picivel kevesebb, mint 2000 forint a kilója, és minél nagyobb kiszerelésben veszi az ember, annál jobb, hogyha csak 1 kilót vesz az ember, akkor majdnem 4000 forint körül van, hogyha 2,5 kilósat, akkor mondjuk 3000, és akkor, hogyha eljut az ember a 6,5-ig, akkor már csak 2000 alatt van egy picivel. Azt hiszem, talán lehet még egyen nagyobbat venni, és akkor 1500, és akkor látjátok, hogy ezt a jó minőségű ételt viszonylagosan jó áron is be lehet szerezni. Ez az egyik kedvencük, az a neve, hogy Purizon, többféle ízben is próbálták, múltkor egy kék volt itthon, ez egy kicsit emberi szaglásnak szerintem büdi, de ettől függetlenül ők nagyon oda vannak érte, ez pedig most egy bárányos és halas változat, hát nem tudom, hogy mennyire lesz kellemes az illata, de igazából az a lényeg, hogy nekik tetszen. A múltkorúiból is van még egy kevés, talán egy kilónyi, tehát hogy a micicáink nem esznek túl sokat, és alapvetően ezek az ételek sokkal kevesebbel is úgymond laktatnak, és sokkal tápanyagdúsabbak, hogyha így lehet igazából mondani, tehát sokkal kevesebbel is el vannak. Tehát ilyen szempontból is jobban megéri egy minőségibb eledellel letetni a macskákat, természetesen attól is függően, hogy a keret hogyan engedi meg, tehát nem feltétlenül kell mindenkinek ezt megvásárolni, hanem amit ugye a pénztárcája megenged.
Úgyhogy itt van még egy ilyen kis snackecske, ez a Feringának a márkája, ez is ilyen ingyen pontokból érkezett, ez is megy majd a menhelyre. Úgyhogy igazság szerint ezek lettek volna benne. Mindjárt összekészítem külön a menhelyeset egy másik dobozba, összekészítem a horgosiakat, az két darab nagy 10 kilós szmillás, ilyen XXL-es krokett elnevezésű felnőtt macskáknak való csirkés állat eledel. A mieink, mivel tegnap nagyon nézték, hogy mi érkezett, és hogy nekik nincs benne semmi, ezért kibontottam és adtam nekik belőle is, nagyon szeretik egyébként a szmillásat is. Az 15 ezer forint volt, és 20 kiló, tehát, hogy barátibb ilyen szempontból, mint a Purizon, úgyhogy tudom nektek az Opusnak az oldalát javasolni, mert tényleg minden árfekvésben lehet találni olyasmit, ami a cicátoknak, vagy kutyusatoknak, esetleg nyuszitoknak, meg madaratoknak megfelel. Én, amióta itt vannak nálunk a cicák, 2015 óta, igazából mindig innen vásárolunk nekik, és csak nagyon-nagyon ritkán szoktunk itt Szegeden fellelhető állatboltokba betérni, és azokkal sem szoktunk maradéktalanul elégedettek lenni. Úgyhogy ez egy újdonság, ez a aplaz, vagy nem is tudom, apláz, vagy hogy kell ezt kimondani. Láttam már régebben egyébként az oldalon, de mindig volt olyan alternatíva, ami valamennyivel olcsóbb volt és hasonló jó értékeléssel bírt, úgyhogy akkor általában azokat vettem meg. Na hát majd ki fog derülni, remélem azért, hogy tetszeni fog, és akkor igazából lesz még a kozmán kívül mihez nyúlni, úgyhogy mindjárt összepakolok, aztán megmutatom nektek, hogyan is néz ki az a kis csomag, amit összeállítottam egyenlőre a menhelynek. Ugye mondtam, hogy papírtörlőt, gumikesztyűt, macska eredet, illetve különböző tisztítószereket várnak bármikor szeretettel, hogyha valaki esetleg segíteni szeretne nekik, úgyhogy majd még szerzek egy-két flóraszeptet, gumikesztyűt, meg ilyesmit, ami fel volt tüntetve, és akkor majd valószínűleg Samuval elkocsikázunk, és megnézzük a menhelyet, és akkor elviszük a kis cukiságoknak magát a kaját. Úgyhogy igazság szerint az itt látható dolgokat a Luna és a Linky finanszírozta ilyen szempontból, mert ahogy említettem, nekik minden hónapban van egy bizonyos keretösszegük, amiből szoktam nekik megvásárolni a kajájukat. Ez havonta 15 ezer forint, vagy egy picivel több, ugye, amikor nem 6,5 kilós csomagot kell venni, akkor ez így tökéletesen meg is felel nekik, illetve macskaalmot is ebből szoktunk vásárolni, azt a DM-ben veszem meg, és most az elmúlt egy-két hónapban egyáltalán nem is kellett nekik mit rendelni, úgyhogy 3 hónapnyi összeg összegyűlt. Úgy vettem észre, hogy a fele összeg, tehát ilyen 24-25 ezer forint, meg még egy-két játék, meg még egy-két snack a mieinknek elegendő lesz, úgyhogy a másik felét pedig hát szerintem ők is szívesen felajánlották ilyen szempontból a menhelynek, és abból pedig nekik vásároltam, illetve ahogy mondtam, a húgoméknek is én szoktam lerendelni, aztán elszállítjuk oda nekik. Nagyon-nagyon cukik, nagyon szeretem őket. Úgyhogy szerintem nagyon aranyosan, türelmesen vártak, úgyhogy biztosan megérdemelnek valamit ők is, főleg mert ilyen kis segítőkész aranyos cicák. Itt van Linkike is, megnézi, hogy mik ezek az érdekes újdonságok. Úgyhogy mindjárt megpróbálok innen feltápiszkodni, mert elzsibbadt már a lábom. Látjátok, jött a kedvenc játékáért. Ahogy említettem, ezt szereti a Linky a legjobban, és ebből akartam mindenféleképp. Itt is úgy volt, hogyha hármat vesz az ember, akkor sokkal olcsóbb, mintha csak egy darabot, és akkor gondoltam, hogy kettő jó lesz a menhelyre, szerintem ezzel minden cica szeret játszani. A Lunának pedig ez a kis leopárd mintás, nem is tudom milyen mintás, nagyon-nagyon tartósnak bizonyult, mert a Luna mindent tönkre tesz, és mindent teljesen szétrág, hogy ne legyenek belőle már darabok. Úgyhogy gondoltam, hogy ott is, hogyha vannak ilyen nagyon harcolós cicák esetleg, akkor biztosan tovább fog tartani. Úgyhogy igen, mindjárt arrébb megyek és megmutatom akkor itt a végét a dolgoknak. Na, beledobtam ebbe a tegnapi dobozba azokat a dolgokat, amiket egyenlőre úgymond a menhely részére
félre raktunk, illetve megvásároltunk. Múltkor már a Foodhaul videóban éppen tudtam nektek ezt a papírtörlőt mutatni, és akkor jött fel ez az egész téma. Most ismét a Lidl Plus kártyával lehet úgy papírtörlőt venni, hogy egyet fizet, kettőt kap. Ez ugye csütörtöktől, azaz tegnaptól érvényes. Ezt ismét be fogom váltani, és akkor veszek kettőt, és egyet félre rakok, egyet pedig még belerakok a csomagba. És akkor láthatjátok a kajákat, amiket végül ide raktam. Úgy döntöttem, hogy mind a két Smillás snacket belerakom, mert még mindig van nekik bőven itthon olyan, amit fognak tudni enni az elkövetkezendő 1-2 hónapban. Itt van az a két nedves táp, ez a Smillás a kis cicáknak való. Ott hátul van a bozítás, illetve ezek a kis mintatermékek, valamint a snackek is ott vannak alatta. Ide raktam ezeket a Mi Amoros pástítom jellegű kis finomságokat, többféle ízben van. Ebből összesen csak kettőt vettem le a micicánknak, hogy megnézzék, hogy milyen az állaga, tetszik-e nekik, és ez alatt már más ilyen formában nincs. Legalul láthatjátok a Smillás cicáknak való száraz eledet, és végül úgy döntöttem, hogy ebből a drágább kajából is ide rakok, hát ha valamelyik cicának esetleg jól jön, és ezzel mondjuk esetleg fel tud erősödni, úgyhogy ez lenne a menhely részére választott dolgoknak a doboza. Itt van a mieinknek, ugye a mieink ezeket a nedves tápokat felváltva kapják a száraz táppal, általánosságban ilyen 80-100 g-nyi nedves tápot, vagy pedig annál egy picivel kevesebb száraz tápot szoktak kapni, abban az alsó dobozban pedig az övék van benne, a 6,5 kilós, úgyhogy ennyit szerettem volna egyelőre ebben a videóban, illetve hogyha esetleg a különböző tisztítószerekről úgy adódik, hogy sikerül bármi értelmes információt vagy felvételt összegyűjtenem, hogy mit választottam, esetleg hol láttam őket akciósan, vagy jó áron, akkor azokat is még ehhez a videóhoz hozzá fogom rakni, és hogyha lesz lehetőségünk, és esetleg a menhelyen egy-két felvételt, jelenetet fogok tudni a cicákról készíteni, akkor majd azt is ide fogom rakni, de ebben nem vagyok biztos, de hát cserébe tudjátok nézni Linkikét, illetve Lunát is, aki ide beült a folyosóra, mert szerintem kicsit szomorú, hogy nem adtam még neki semmit ebből a sok-sok finomságból, úgyhogy mindjárt kibontunk ebből az új kajából egyet, és akkor megnézzük, hogy hogyan néz ki, és akkor egyet elfelezek közöttük, azt hiszem 150-156 gram, kíváncsi vagyok, hogy mit szólnak hozzá. Reggeliztek már egyébként, de néha napján belefér egy kis extra is. Na, így néz ki ez a nedves táp. Nekem a kozmás így emberi szemmel nézve csábítóbb szokott lenni, de az illata egyáltalán nem rossz, amint látjátok, ebben is van egy kevés rizs, illetve a kozmásnak nagyon nagy százaléka szokott azért ilyen, hát hallé, ilyen kocsonyásodott vagy zselésített hallé lenni, amit bár a Linki nagyon szeret, de hát azért tudhatjátok, hogy így száraz anyagért nem annyit fizet az ember, úgyhogy ilyen szempontból azért ez jóval tömörebb, és én gyakran szoktam 30-40 milli vizet még esetleg a tetejére lökkinteni, mert egy picit ázik rajta, annak is ilyen halas aromája lesz, és úgy akkor nagyon szokták szeretni, úgyhogy lehet most is így fogok eljárni. Mindjárt sietek, hogy ne legyenek szomorúak, úgyhogy utána megmutatom, hogy hogy néz ki. Na, viszem is nekik, mert sírnak. Jó, kicsit úgy néz ki, mint egy húrka. Gyere, te húrka. Áú, megütöd a kezemet. Gyere, Linki, ne egyél abból, gyere. Gyere, itt a sajátod, a száraz mellé. Nézd csak, ebben sok víz is van. Tessék. Mondd, mit érzel. Ez új kaja. Kóser? A luntusznak szerintem igen. Jaj, Lonti. Mindenféle kaját szeretsz, ugye? Aki, de nem sikerült, amúgy kislány. És akkor tegnap. Na, az igaz, hogy csak a férfi lakott ott. Uh-huh. A feleség nem, a gyereket nem, úgyhogy ők szóval a cica már is ment onnan, de ugye ott most már nem kapkodják.
Három van a WC-re. Egy kis büntetés. Hát sziasztok! Jaj, jaj! Ez most macskatál mennyiség. Jaj! Ott van a, jaj, a kis malteros bébi. Hát Istenem! Gyönyörű vagy. Igen, nagyon szép képek is készültek tudod róla. Mm. Hogy mármint miután. Ide üt mellém, Samikám, hát mit mondok? Tudod, hogy én nagyon szeretlek téged, mert nagyon aranyos, és azért néző, én aranyosan. Jó néhány hete volt, hogy utoljára bejelentkeztem ebbe a videóba, valahogy el is maradt ennek a feltöltése, és mivel december hónapában éppen ismét egy ilyen kis Mikulás csomaggal leptem meg a menhelyet, találtam egy felhívást, amiben is mindenféle cicuska, mindenféle menhelyről, egyébként kutyuskák is voltak, Mikulás meglepetéseket vártak, és közöttük volt egy olyan cica is, akivel én ugye találkoztam a menhelyen, ahová mentünk, és nagyon-nagyon megkedveltem, nagyon-nagyon aranyos, szép, óriási, nagy boci szemekkel van ellátva, és úgy döntöttem, mivel láttam, hogy egy viszonylag drágább árkategóriájú csomagra lenne neki szükség, hogy majd én megveszem neki. Meg is rendeltem egyébként a Zoo Plus-ról, nem ez a lényege neki, hanem hogy nem akartam, hogy véletlenül megajándékozó nélkül maradjon. Több száz cicát és kutyát lehetett ezen az oldalon megajándékozni. Minden menhelyről azt hiszem maximum 4 kegyeltet lehetett úgymond feltölteni, és ezeket a kis cukiságokat teljesen egyszerű, halandó emberek tudtak úgymond kiválasztani, hogy az ott felsorolt kívánságlistát úgymond teljesítik, és akkor én is beszereztem azokat a dolgokat, amiket a cuskának úgymond szerettek volna, puha meleg ágy, meg ilyen puha, könnyen emészthető pástétom, jó minőségű pástétom, illetve jó minőségű ilyen megfelelő táp számára, hiszen a hátsó lábai nem mozognak, és emiatt megvan, hogy milyenféle ételt szabad neki enni, úgyhogy összeállítottuk ezt a csomagot is, és szintén eljuttattuk hozzájuk, és kaptam néhány fotót, illetve kis videót is, azonnal áldobtam az agyamat, egy hihetetlenül gyönyörű, koromfekete, óriási poci szemekkel megáldott cicáról van szó, Dominak hívják egyébként, és hát egyszerűen oda vagyok érte, és belefektették abba a picike kis ágyikóba, nagyon aranyos volt, mert ide rakok néhány képet, és gondoltam, hogy akkor ezt is így megemlítem nektek, hogy annyira jó érzés volt így összeválogatni, meg eljuttatni hozzájuk, és gondolom, az a több száz másik kis kedvenc és cukiság, akik szintén hasonló meglepetésekben részesültek, és el tudom képzelni, hogy azokat az embereket, akik szintén így döntöttek, hogy ők bizony szeretnének segíteni, hogy biztos nagyon jó érzés volt megkapni szintén ezeket a képeket, mert azt hiszem az oldal, aki meghirdette ezt a, hát ezt az egész eseményt, ugye elvárásnak tette oda, hogy mindenféleképp szeretnének képet úgymond kapni arról, ahogy a kis kedvencek megkapják a csomagokat, a meglepetéseket, az ajándékokat, és tényleg ilyen kis aranyos leírások, kis szövegek voltak hozzá, és nagyon-nagyon hát megható volt, és aranyos volt, hogy ennyien gondoltak rájuk, úgyhogy öröm volt benne részt venni, illetve az is öröm volt, hogy még előtte el tudtuk juttatni ezt a kis csomagot a menhely számára, úgyhogy nektek is tudom javasolni, hogyha esetleg anyagilag megengedhetitek magatoknak, hogy így főleg akár az ünnepi szezonban is gondoljatok rájuk, de hogyha esetleg nektek más téren van az életben olyan, hogy szeretnétek segíteni, természetesen az is fantasztikus. Múltkor megkaptam egyébként kommentben, hogy miért nem beteg gyerekeken segítek. Beteg gyerekeken is szoktam segíteni, általában nem szoktam megosztani. Ez az egy téma, amiben úgy éreztem, hogy esetleg nektek is pozitívan jön át, és akkor ezért is gondoltam, hogy erről beszélek. Most, hogy így egy teljesen ismeretlen beteg ember számára küldök pénzt,
nem tudom, most ezt így nem is tudtam volna, hogy felhozni témába, de hogyha már amúgy is cicahol, meg szeretitek az ilyen zoopluszos rendeléseket, meg szoktátok szeretni a mi cicáinknak a szereplését, és így úgy döntöttem, hogy esetleg nektek megmutatom ezt is, úgyhogy azért is meséltem nektek múltkor róla, illetve ugye majd ebben a videóban, ahogy látni fogjátok, úgyhogy ha esetleg megint valakinek az az elképzelése, vagy ötlete támadna, hogy ezzel kapcsolatban sikerüljön neki valami negatív kommentet írnia, hogy miért nem itt, vagy miért nem ott, vagy hogy miért beszélek egyáltalán róla, akkor instant tiltás és bannolás az oldalról, mert nem vagyok rá kíváncsi, és szerintem a kommentelők 99,98%-a biztosan nem kíváncsi rá, úgyhogy ha tényleg esetleg úgy adódik, hogy a közeletekben lévők is menhelynek, legyen az kutya, cica, madár, papagáj, béka, bármi, szeretnétek segíteni, akkor tegyétek, mert higgyétek el, fantasztikusan jó érzés. Nekem is eddig így hirtelen csak azzal volt a hát problémám, hogy most oda eljutni, bemenni, bevinni, és hogy milyen rossz lesz nekem azt látni, hogy ott ilyen rengeteg cica van, akiknek ott kell lenni, mert hogy kirakták őket, úgyhogy hát ez mondjuk nem volt a legkellemesebb része, mert ugye azért elég szomorú. Úgyhogy ha ti is ezt nehezen bírjátok, akkor érdemesebb lehet esetleg inkább elküldeni, de hogyha számotokra az is kivitelezhető, hogy így személyesen segítsetek, az is nagyon jól szokott jönni így a menhelyek számára, úgyhogy akár érdemes lehet ilyen takarításban, így a cicák körüli takarításban, vagy kutyusok, vagy papagájok, vagy teknős békák, vagy sima békák takarításának a körülményei között úgymond segítkezni, akkor tegyétek meg azt is. Úgyhogy csak gondoltam, hogy így bejelentkezem a videó végére, egy ilyen kis extra információval. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és megnéztétek ezt a videót. Tudjátok, hamarosan újra találkozunk, de addig is. Sziasztok!